Folyamatosan jönnek-mennek az autók Tiszalök főbb, úgynevezett gyűjtő útjain, a Petőfi és a Honvéd utcán. Utóbbinak a Damjanics utcai kereszteződésében már készenlétben áll egy munkagép, hiszen napokon belül elkezdődnek az útfelújítási munkák, hogy kényelmesebben és biztonságosabban lehessen erre közlekedni. A munkálatok több mint 3,5 km hosszan érintik az utakat. Két rétegben kapnak aszfaltot, és a patkát is rendezzük, és remélem, hogy több évtizedre rendben lesznek ezek az utak, és bizony van még dolgunk bőven, hiszen sok kisebb utca van, amelyek nem fértek bele ebbe a pályázatba, pontozásos rendszernek a mi voltából, és azokat megpróbáljuk majd önerőből, vagy esetleg, ha hazai forrás lesz, abból. Ezt a beruházást egy uniós forrásnak köszönhetően közel 200 millió forintból tudják megvalósítani. Tiszalök önkormányzata sikeres pályázatíró, mint elhangzott, ennek egyik kulcsa, hogy csak olyan dolgokra pályáznak, amire valóban szükség van a városban. Ilyen a belterületi útjavítás, amely a térség infrastruktúrájának fejlesztési koncepciójába is illeszkedik. Ez a tiszavasvári járásban található térség benne Tiszalökkel, amely több mint egy 5000 fős kisváros és ilyen városi hangulatot áraszt magából. A 36-12-est újítottuk föl a tiszalöki borozótól egészen a Andrássy kastélyig, ha mondhatom úgy, Tiszadobig, és előtte pedig a 36-os útig. Tehát a megyeszékhelyről Tiszalök kiváló úton elérhető, ráadásul a megyeszékhely elkerülő útja is 2019-ben bővült, ez azt jelenti, hogy az autópálya is már néhány éve elérhető. És most pedig az önkormányzati utakra, a belterületi utakra koncentrálunk, mert ez javítja az itt élők életminőségét. A hasonló projektek részcélja az egészség és vagyonbiztonság javítása, a balesetek számának csökkentése következtében, valamint a területi egyenlőtlenségek mérséklése. A most felújításra átadott belterületi utak mellett még jó néhány vár újjáépítésre a következő időszakban, de más tervek is vannak. Folyamatosan fejleszti az önkormányzat a fenntartásában lévő intézményeket. Ennek a folyamatnak része az is, hogy a költségeket, ha lehet, redukálják. A lakosságnak nagyon fontos, hogy mi, mint kisváros, amit működtetünk intézményrendszert, a szolgáltatások minősége is megmaradjon, vagy inkább javuljon. És most van egy elnyert pályázatunk, ezt azért emelem ki, mert nekem mindig nagyon fontosak a betegek és az idősek. És az egészségügyi központban egyrészt a csapadékvízelvezető rendszerét megújítjuk, másrészt a labor és a fizikoterápia eszközeit bővítjük és korszerűsítjük. Ezáltal még jobb szolgáltatást fogunk nyújtani a rászorulóknak, és még most harcolunk egy tartaléklistás pályázatunkért, ami egy népkonyha, ez egy közel 400 milliós beruházás, ugye itt gondolva a szociálisan rászorultakra szeretnénk ezt a szolgáltatást megvalósítani. Az útfelújítás a hét második felében kezdődik, és a tervek szerint június végére már az újonnan aszfaltozott utakon járhatnak a város lakói.